Válságkezelő ülést tartottak ma a koalíciós pártok. Az ülést már Cselcsó Lekó hívta össze azt követően, hogy Ráres Bogdán, a PNL első alelnöke azt mondta, amennyiben egy éven belül nem lesz eredménye a koalíciós pártok együttműködésének, akkor más felállást kell találni. Ugyanakkor a koalíciós ülés fontos napirendi pontja volt az energiaválság orvoslása is. Ha jól értem, Ráres Bogdán belenézett a jövőbe látó kristálygömbbe, és azt látta, hogy a koalíció egy éven belül felbomlik, kíméljük meg a szenvedéstől. Így reagált már Cselcsó Lekó Ráres Bogdán nyilatkozatára, hozzátéve, hogy a PSZD nem felel a múltért, és azért lépett kormányra, hogy az országot építse. Cselcsó Lekó még ennél is messzebb ment nyilatkozatával, és úgy fogalmazott, hogy a PNL leragadt az USZR-vel folytatott kormányzás stílusánál, amikor a játszószőnyegen harcoltak egymás ellen a játéktankjaikkal. A mai koalíciós ülés előtt a PSZD elnöke azt mondta, Ráres Bogdán nem egy komolyan vehető tényező a szociáldemokraták számára. Azt hittem, komoly dolgokról tárgyalunk ma, nem Ráres Bogdánról. Ő nem téma a koalícióban. Mindenek előtt ő a PNL első alelnöke, aki azt mondta, hogy ez a koalíció egy éven belül felbomlik, és ennek fényében természetesen kértem a másik két párt vezetőjét, hogy beszéljük meg, mi áll ennek a nyilatkozatnak a hátterében. Lehet, ők többet tudnak erről. Hozzátette, megítélése szerint az országnak arra van szüksége, hogy a koalíció normálisan működjön, és az állampolgárok érdekeit szolgálja. A mai ülés napirendjén az energiaválság kezelése is szerepel. Már Cselcsó Lekó azt kérte a liberálisoktól, hogy mutassák be az energiaárok plafonálására vonatkozó legújabb rendelettervezetet, hogy ezt mielőbb el tudja fogadni a kormány.